Az első workshopunk az egy nagyon jól sikerült, talán a megyei workshopok között az egyik legjobban sikerült workshop volt, és nagyon sok olyan információ hangzott el, ami az országos stratégiába is beépíthető volt. Széles Sándor nyitotta meg az S3 megyei specializációk második workshopját. A megyei kormány megbízott beszédében azt mondta, az első workshop után kiderült, hogy nagyon kevés olyan megyei specializáció került terítékre, ami csak Győr-Moson-Sopron megyére vonatkozik. Tehát az országos stratégiai elemek lesznek érvényesek megyénkre is. Ez viszont egy olyan érdekes versenyhelyzetet fog teremteni, hogy aki legkorábban ébred, hogy a leginkább előre haladott állapotban van a fejlesztési gondolata, azt a lehető leggyorsabban meg kell fogalmazni, papírra kell vetni és be kell adni, hogy nehogy egy olyan később időszakban próbálkozzon, ahol már nem lesz forrás. Tehát az első három év az EU-s költségvetési ciklusban meghatározó lesz. Ebben is, meg a vállalkozói támogatási körben is. A kutatásfejlesztésre és innovációra szánt 700 milliárd forintos támogatás felosztását előre nem lehet tudni. Mivel nemzeti prioritásokat határoztak meg, ezért a döntő az lesz, hogy ki hogyan veti papírra céljait. Széles Sándor szerint megyénk kedvező helyzetben van. Ez Győr-Moson-Sopron megyének úgy látom, hogy kedvező, hiszen ha csak két olyan célt emelek ki, ami a járműipar és a különleges anyagok, például fémek fejlesztésével kapcsolatban Győr-Moson-Sopron megyének különleges jelentőséget ad, de ide sorolhatnám még az egészséges élelmiszerek fejlesztése kapcsán megfogalmazott fejlesztési prioritást is. Úgyhogy Győr-Moson-Sopron megye biztos, hogy jól jön ki ebből a fejlesztési programból, csak azok, akik ezzel a céllal foglalkozni kívánnak, időben kell dönteni, időben kell meghozni azokat a döntéseket, hogy hova adják be a pályázatot, mert ez a pénz viszonylag hamar el fog fogyni. Tehát egy-két év lesz arra lehetőségként meghatározva, hogy ezt a forrást felhasználja Magyarország. Jelenleg tehát minden ajtó nyitva áll bárki számára. A legfontosabb mégis az, hogy a pályázók gyors döntést hozzanak, és hogy minél nagyobb arányú forrást hozhassanak a megyébe.